következő vendégünk dr. Orsós Zsuzsa, kutató, biológus, egyetemi agyunktus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Nagyon hosszú utat járt be, egy kis tolnai település Németkér cigány soráról indult, egy 7 gyerekes családból, ahol a legkisebbik gyerek ő volt, és aztán a Magyar Tudományos Akadémia, ahogyan ő fogalmaz, első cigány doktori ösztöndíjasa lett, most pedig rákkutatással, karcinogén anyagok kutatásával foglalkozik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Első dolog, hadd mondjak egy személyeset, ami eszembe jutott az élettörténetét olvasva, az az volt, amit írt, hogy az egyik legfontosabb pillanat abban, hogy hogyan változott meg a sorsa, az volt, amikor elsőben kapott egy jutalomkönyvet a tanulmány eredményeiért. És amikor én cigányasszonyokat tanítottam egyszer videót készíteni, megjelenni, újságírni, akkor az egyik azt mondta, hogy ő nem tud ebben részt venni ebben az évben, amikor mi ott vagyunk, majd jöjjünk vissza a jövőre, mert a kisfia most elsős, és ebben az évben dől el, hogy a gyerekkel hogy fognak a tanárok foglalkozni, hogy állnak hozzá. Ha most kitűnő, örökre az lesz, ha nem kitűnő, akkor hátul fog ülni, vagy a kisegítőbe kerül. Tényleg ilyen jelentősége volt annak, hogy az első osztályban egy majdnem teljesen tanulatlan családból jó tanulóként megfordult a sorsa? Mindenképpen. Tehát azt gondolom, hogy annak az anyukának, akivel ez a beszélgetés lezajlott, nagyon igaza van. Nagyon sok minden múlik azon az első benyomáson, akár a gyermek részéről, akár a pedagógus részéről, hogy az hogyan alakul ki ott egy kapcsolat, mert nagyon sokszor szerintem beskatulázódik egy gyermek abba a kategóriába, hogy te rossz vagy, te jó tanuló vagy, és akkor utána egy kicsit elnézőbbek vele az emberek. Ez volt benne a megrázó számomra, hogy 15 ezerszer jobban kellett annak a gyereknek teljesítenie, mint az osztályban bárki másnak, hogy később azonos módon kezelhessék potenciálisan. Én is ezt tapasztalom, az én környezetemben lévő gyerekek is ugyanerről számolnak be, hogy már az első pillanatban az iskolában egy... A gyerekek érzik, ha nem is van annyira erősen kimutatva, de érzik abból, hogy az egyik gyerekhez kedvesen szól a pedagógus, a másik gyerekhez csak egy ilyen semleges, mogorva hangon szól, és ezt a gyerekek érzik. És hogyha nincs meg az a húzóerő felfelé, hogy az a tanárnő, az egy tanítónő, aki ott van, az ugyanolyan embernek tekinti a gyermeket, akkor... A gyermek pedig mindenképpen felnéz a pedagógusra, mert ő ott az Isten, ő az, aki tehát nagyobb szerepe van, mint egy anyukának szerintem a pedagógusnak ebben a szituációban, amikor a gyermek kilép a családi körből. Jó, és az felfele, igen, és pontosan, és ilyenkor felfele húzná szerintem a pedagógus a gyermeket, tehát szerintem nagyon-nagyon fontos a pozitív gondolatoknak a kimondása. Tehát én nem a pozitív diszkriminációról beszélek, azt nem támogatok, csak azt mondom, hogy ha valaki jót csinál, akkor azt nyugodtan mondjuk meg a gyereknek, mert attól az a gyerek fejlődni fog, de hogyha elhallgatjuk, akkor azzal pedig ártunk neki. Minden élsportoló elmondja egyébként, hogy kitől kapta először a kosárlabdát a kezébe, kivel rúgott először labdát, hogy honnan jött az indítatás. Oké, megkapta az első könyvet, de onnantól fogva sokan kapnak első könyvet, és nem lesznek például rákkutatók, vagy nem lesznek biológusok, vagy említettél valamit, amit én magam sem értek, hogy mit kutat, de biztos, hogy jól kutatja. Szóval, hogy onnantól fogva mi volt? Hazament, és azt mondta az édesanyjának, édesapjának, hogy mama, papa, én most akkor kutató leszek? Nem. Hát természetesen nem. Ez csak egy olyan érzés volt, hogy addig is szívesen lapozgattam a tankönyveimet, de amikor kaptam egy ilyen visszajelzést a tanév végén, hogy ez talán több is, mint az, ami elvárható a gyerekektől, tehát hogy annál egy kicsivel jobban teljesítettem, tehát ez a pozitív... gondolatokat ugye tettben is megnyilvánultak, akkor úgy éreztem, hogy mennyire büszke vagyok arra, hogy ott az osztályból, a 30 gyerekből csak 5-öt hívtak ki, és abban az 5-ben én is benne voltam, és ez egy ilyen húzóerő volt, egy belső jó érzés volt, hogy de jó, én akkor ezért kaptam egy jutalmat, és akkor jövőre is ugyanilyen érzés volt, hogy mennyire jó érzés, és akkor egy ilyen automatizmus lett. Bevallom őszintén, hogy engem önmagában a származása, tehát hogy azt mondják, hogy az első cigány származás, és akkor hozzátesznek valami nagyon pozitív dolgot, önmagában nem fog meg, én is kisebbségi vagyok, és önmagában szerintem valaki nagyon jó rákkutató, vagy rossz rákkutató, teljesen mindegy, hogy horvát, sláv, vagy cigány származású, de az egészen biztos, hogy a saját közösségén belül ön egy példakép tud lenni.
Tehát amikor a szülők azt mondják, ugyanazon a soron, vagy bármely más soron, hogy nézzétek meg Zsuzsát, aki megkapta az első könyvet, és akkor adjunktus lett egy egyetemen. Ezt a felelősséget érzi? És mondták már sokan az, hogy a mi kislányunk, a mi kisfiunk is olyan szeretne lenni, mint Zsuzsa doktornő? Nagyon sokszor éreztem már, és nagyon sok gyerektől kaptam már ilyen jelzéseket, hogy ő is tovább szeretne tanulni, ő is egyetemre szeretne járni, tehát van olyan élményem, hogy a Gandhi gimnáziumban a gyermekeknek tartok előadást, vagy a középiskolásoknak, gimiseknek tartok előadást, és az előadás után odafut hozzám egy fiú, még az udvaron elér, és akkor azt mondja, hogy tanárnő, én is egyetemista szeretnék lenni. Szerintem ez egy hatalmas nagy öröm, amire vissza tudok mindig gondolni, és mindig erőt ad, hogy de jó, hogy ott voltam, de jó, hogy nem sajnáltam azt a délutáni másfél órámat a gyerekektől, mert egy gyerek legalábbis abban a pillanatban megérintette az egész történetem, a kisugárzásom, az elmondott beszédem abban, hogy akkor utánam szaladt, és ezt elmondta. És nagyon fontos és érdekes az is, ugye úgy mutattam be Zsuzsát, hogy a Magyar Tudományos Akadémia első cigány doktori ösztöndíjasa, nem pedig roma ösztöndíjasa. Uh-huh. Ugye nekem nagyon sok muzsikus cigány ismerősöm, uh-huh, közeli barátomban, olá cigányok is, beás cigány, keveset ismerek. Olyan érdekes ezt a szót kimondani, és olyan ritkán merjük használni. Melyiket? A cigány szót, roma. Én mindig cigány szót használok, mert ha jól tudom, akkor... Ez a természetesen, hogy én magam is ezt használom. Hogy kéri a riporttal, hogy hogy komfortos ezzel. Én is mindig cigányként mutatkozom be. Mindig ez a természetes, ebben a tudatban nőttünk fel, és természetesen cigánynak érezzük szerintem a legtöbb cigány önmagát. Most az, hogy hivatalosan mindenképpen ez a roma szó az elfogadott, ezt én is elfogadom, és ha tudományos területen beszélgetek az eredményeimről, kutatási eredményeimről, én is romákról beszélek, mert ez az elfogadott, ez az, ami nem sérti elvileg az érdekeket, én azt gondolom... Kérdeztetek egy tudományosat most a kutatásával kapcsolatban? Használtam a szót, hogy karcinogén. Na, ezt nem értettem. Rákkal összefüggő dolog. Ezt nem értettem. És a kutatásával kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot olvastam, hogy rákkal összefüggő kutatásból írta ugye a disszertációját a roma populáción belül. Vannak olyanok, Magyarországon úgy tudom, hogy nem szabad ilyen adatot használni, igen. ami alapján a roma populáció ráknak kitettségét tudta vizsgálni? Ez egy nagyon bonyolult dolog, és ebben a tekintetben szerintem nagyon rossz a szabályozás, mert hivatalosan, sem Magyarországon, sem az Unióban nem szabad etnikai hovatartozást regisztrálni az egészségi intézményekben. Pedig ez nem diszkriminatív lenne, hanem informatív. Ez pontosan, tehát hogy a kutatást viszont ez nagy mértékben megnehezíti, és igaziból pont azt a sérülékeny populációra vonatkozóan nincsenek hivatalos és megbízható adataink, amire vonatkozóan nagy szükség lenne. Az a baj, hogy ugye túl egy holokauszton Európában nem véletlen az ilyenfajta érzékeny szabályozás, csak túltoltuk a biciklit. Igen, valahol természetesen ez igaz, de valahol pedig, ha arra gondolunk, hogy az USA-ban semmi probléma nincsen abból, hogyha valakinek az etnikai hovatartozását megérdeklik. Minden adat, nincs is már olyan adat, ami egy unblock az amerikai populációra vonatkozna, hanem ott mindig megvannak az etnikai kisebbségekre, és ebből nincsen semmi konfliktus, sőt, hát ugye akkor egy megfelelő beavatkozás, megfelelő kockázatbecslés lehet azoknak a célpopulációra vonatkozóan adni, kezelést, mert hogy ők természetesen egy picit mások az egyéni érzékenység markereik, mások a táplálkozási szokásaik, és a többi, tehát sokkal precízebben lehetne hozzájuk fordulni. Én azt gondolom, hogy itt Magyarországon is ez egy hatalmas nagy probléma, hogy nem tudjuk, hogy hány darab cigány megbetegedés történik, nem tudjuk, hogy hány darab halálozás történik, hány éves korban történik. Ez nagy mértékben megnehezíti azon kutatóknak a munkáját, akik a romákkal foglalkoznak, és ez nagyon nehéz. Ha megenged egy zárszót kisebbségiként a kisebbségének, én hiszem azt, hogy, és ha jól látom, vagy jól érzem, hogy egy kettős fronton harcol egyrészt a rákkutatás, és az, amit nem értettem szóban, de mindenképpen. A másik pedig az, hogy hiszem azt, hogy minden ember a saját közösségének valamilyen módon a nagykövete, és ha én
jól éreztem, akkor ennek a felelősségnek teljes mértékben a tudatában van, úgyhogy legyen a sajátjainak a nagykövete. Köszönöm szépen, megtisztelő volt, hogy ma reggel itt beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy sok sikert.